Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntök mindenkit az új forrás polgári kör nevében, és elsősorban Klára asszonyt, Hárs Klárit, Jóska bácsi állandó kísérőit, aki fogja árulni majd a könyveket, illetve hogy segít a Jóska bácsi könyvei megvásárolhatók a est végén, illetve már láttam, hogy most előtte is sokan vásároltak, és szeretettel köszöntöm Jóska bácsit, aki... akért immár negyedszer vendégünk. Az előző három alkalomról egyébként van DVD-nk, hogyha valakit érdekel, meg lehet nézni, esetleg meg lehet venni. Én próbálok rövid lenni, illetve nem próbálok, hanem rövid leszek, úgyhogy kitoltam az asszonnyal, ő nem tud róla, de őt fogom megkérni, hogyha megteszi, hogy az est végén, mielőtt elköszönünk Jóska bácsiról, egy pár mondatot mondjon a lábnyéki történésekről. Én nekem, ami úgy érzem, hogy kötelező az az, hogy mint már néhány alkalommal többen szerintem voltak azokon az előadásokon is, tudjátok, hogy egyesületünk, amióta nem hivatalos formában működik, pénzt semmilyen módon nem kezelünk, ezért rendezvényeinken közvetlenül valaki, idézőjelbe teszem, rászorulónak próbálunk gyűjteni, oly módon, hogy önkéntesen kinek van lehetősége, kedve, anyagiak engedik, hozzájárul. Kétszer volt az előző alkalommal, hogy egy issaszegi kisfiú, illetve most már nagyfiúnak gyűjtöttünk, az édesanyja itt is volt mind a kétszer. Sajnos nem tudott sokat beszélni, nem csodálom, pedig azt szerettük volna, hogyha ő mondja el a problémáját, mert borzasztó, és másként hangzott volna tőle. Lényeg az, hogy második alkalommal, az előzőről már beszámoltunk, ha igaz, a másik alkalom a paplajos esten gyűjtöttünk, és utána felhívott engem, hogy 82.000 valahány száz forint gyűjt össze, amit nagyon szépen megköszönt. És akkor volt folyamatban, nem tudom, hogy ki emlékszik rá, mondtuk is, hogy a gyereket meg kell műteni mandulával. Azóta a műtét megtörtént, jól sikerült, amennyit tudok róla, de szegény gyerek olyan szinten van, hogy idegileg teljesen kiborult, és... most szeretnék, hogyha a pszichiátriára befeküdne valahova Pesten, nem tudom hova, mindegy. Lényeg az, hogy a gyerek meg hát ő mondta, hogy ő nem bolond és nem akar, tehát most ilyen problémák azért vannak, de lényeg az, hogy megvannak, és továbbra is a inzulinpumpára rendszeresen kell a 45.000 forint. Három havonta, most nem ragozom tovább, lehet, hogy egyszer még egy későbbiekben talán újra segítünk rajtuk is, ha tudunk. A mostani alkalommal azonban egyértelműen, mivel Jóska bácsi a vendégünk, és a Jóska bácsi a, jól tudom, a Szép Havas Egyesületén keresztül, de majd erről ő többet mond, mert én annyira pontosan nem tudom. Azt tudom, hogy három kápolna van folyamatban, illetve kettő már megépült, egy Magyarországon, egy a Szép Havasokba, Gyimesbük fölött, ha jól tudom, és a harmadikról is fog beszélni. Tehát most ő hozott egy adománygyűjtő ládát, amiben azt szeretnénk, hogy a végén, vagy bármikor, nyilván nem közben, a végén, aki teheti lehetőségeikhez mérten segítsük a kápolna építését. Én azt hiszem, a lényeget el is mondtam, és hogy tényleg legyek hosszú, sok szeretettel átadom a mikrofont Jóska bácsinak. Adjon Isten jó estét, szeretettel és tisztelettel köszöntöm a hallgatóságot. Amikor ide érkeztem, már jól éreztem magamat, mert Gödöllőn mindig jól érzi magát az ember. Amikor ez a torta épült, ez a művészetek háza mostan, akkor az első előadó Pap Gábor volt, meg én jó magam. Egy évig tartottuk az előadássorozatot, aztán Kecskés József igazgató urat fölkeresték a belügyminisztériumból, és megkérdezték tőle, hogy tudja, hogy kik azok, akik itt előadást tartanak. Aztán Kecskés József megmondta, hogy kik azok, na hát akkor a következő alkalommal nem szeretnénk itt látni őket. Aztán volt egy másik alkalom, ez is Gödöllőhöz köt engem, amikor a Gyimesi Csángó magyarokról vetítettem, és az első sorban egyforma farmer nadrágos fiatalok ültek, egyetemistának álcozták magukat. Mindegyiknek ugyanolyan jegyzetfüzete volt, ez már gyanús volt nekem,
mert két egyetemistának egyforma jegyzetfüzete nincsen, ilyen még a Földön nem fordult elő. És szünetben, amikor megrohantak engem a kérdésekkel, akkor ott füleltek mindannyian. Aztán a következő héten mentem volna ki Erdélybe, ez még a Ceausescu rendszer idejében történedett, és öten voltunk egy gépkocsiba, négyet átengedtek engem, nem. Nem a románok nem engedtek át, hanem a magyar határőrök. Három kápolna. Annak idején 1993-ban Tóth Péter Pál barátommal filmet készítettünk Csíksomlyóról. Ennek a filmnek az a címe, hogy Nem vagyunk mi árvák. Ezt a filmet a Királyi Televízió, meg a Duna Televízió is többször vetítette, és igen fontos filmnek tartom a mai napig, mert van benne egy öreg ember, nem is öreg ember volt akkor, amikor megismertem őt, hanem vén ember, Oroszhegyen lakott, ezelőtt néhány évvel a Jóisten karácsony napján visszakérte lelkét, és ő az, aki a következő mondatot mondta, miközben beszélt Csíksomlyóról, hogy a Földön a sátán uralkodik, de Isten akarata fölötte van. A három kápolnára való történet erről szól, hogy a Földön a sátán uralkodik, de Isten akarata fölötte van. 1947. Július 2-a a magyarság egyik legnagyobb ünnepe, Sarlós Boldogasszony ünnepe. Ezen a valamikor pirosbetűs ünnepen, amikor az aratás kezdődött, hasznoson egy asszonyság arata urával. Ezt az asszonyságot Sántáné Csépe Klárának hívták, és nagyon szomorú. Nagyon szomorú, mert ezen a napon régen nem arattak. Ezen a napon kezdődött az aratás. Jóska bácsi régen született, ezért nem a világhálóról tudja azt, hogy milyen nagy ünnep volt, Sarlós Boldogasszony napja. Az én gyerekkoromban, emlékszem rá, nagyon korán, ott Pankaszon, messze innen, Vas megyébe, Őrségbe, Szentmisére mentünk a szomszéd faluba, mert Pankaszon reformátusok laktak, csak az én öregapámnak a családja volt katolikus. Vittük az aratás szerszámait magunkkal, és ott Nagy Rákoson a templom falának támogattuk az aratás szerszámait, és a tisztelendő úr megáldotta ezeket a szerszámokat, még éppen hogy csak hanvazódott az ég, nagyon korán volt. Aztán énekelve mentünk gyalog vissza Pankaszra, ki a határba, a Búzaföldhöz. Akkor még mindenütt a Kárpát-hazában, illetve hát a Csongban, de a Kárpát-hazában is magyar él, énekelve mentek ki a határba, miután a tiszteletes úr, vagy a tiszteletes asszony, vagy a tisztelendő úr megáldotta az aratás szerszámait. És amikor már piros volt az ég alja, a Vénusz csillag alatt már mutatta magát a nap, aki a mi népünk számára a közénk született Istent, Jézust idézi meg, akkor öreganyám, aki vezette ezt a menetet sarlóval a kezébe, a legszebb búzából hármat sarlózott. Ennek a kicsi kévének a derekát piros szallaggal kötöttük át, a fejére pedig a lányok készítettek buzavirágból koszorút. És amikor meghasadt az ég alja, amikor a Vénusz csillag alatt Boldogasszony kapujában megjelent az áldott, aki Jézus hozta el nekünk, akkor félkörbe térdepeltük ezt a kicsi kévét, és öregapám megköszönte a Teremtő Úrnak, hogy újra úgy terítette meg a mindenki asztalát, hogy jut a családnak bővibe, hogy a szegényesek fognak éhezni, és az ég madarai sem. Akkor olyan volt még az erkölcs, hogy azt ma már hát csillagászati tápcsével se lehetne megtalálni. Ugyanis
Minden paraszt ember nem csak a búzából, hanem minden más gabonából állva hagyott egy csíkot a madaraknak. Hogy a madarak se éhezzenek, bár minden paraszt ember tudta, tapasztalta azt, hogy a madarak kárt tesznek, nem csak a vetésbe, a gyümölcsösbe és a szőlőbe is kárt tesznek. Ennek ellenére hagytak nekik a gabonából. Mert eszébe nem jutott egyetlen egy embernek se, paraszt embernek se, hogy Isten akaratát azt kétségbe vonja. Egyetlen egy embernek se jutott eszébe az, hogy Isten teremtményét azt kiírtsa. Manapság naponta 100 Isten teremtette létező tűnik el örökre a földszínéről. Ki hatalmazott föl bennünket erre? Ki? Ez már nem emberi világ. Ez már csak az emberi világnak a látszata. A földön tényleg a sátán uralkodik. Hatalmasan uralkodik. Hatalmasan. Ezen a napon ezt a kicsi kévét, amit félkörbe térdepeltük, a Kárpátaljában mindenütt, kivétel egy bánáti falu, Jézusnak neveztük. Egyszerű oka van ennek, hiszen mag-mag, búza-mag, benne alszik a nap. A búza a nap növénye, minden idővillanásban odafigyel a napra. A nap pedig az eredendő gondolkodásunkban, mint ahogy említettem már, megidézi a közénk született Istent, Jézust. Jézuskével. Az utolsó szekér gabonával került haza, és szerepe volt éppen ezekben a sötét napokban, december 13-án, aztán karácsonykor is. Hiszen a Jézuskévének a szalmáját tettük a karácsonyi asztal alá, Jézusnak Jézussal ágyasztunk. Mert a leterített karácsonyi asztal az boldogasszony lelke méhének számított. Oda az ő lelke méhébe a Jézuskéve szalmája került, amikor még élt nemzet a hazán, amikor még nem tudták a sátánfajzatok lakossággá zülleszteni a nemzetet. Klára asszony vallásos volt, és nagyon szomorú volt, hogy neki ezen a szent napon aratnia kell. Aztán, amikor delet harangoztak, megebédeltek, az embere, aki fuvaros ember volt, meglehetősen részeges is, káromkodós, az embere ebéd után lefeküdt az egyik akácfa alá, Klára asszony pedig megkereste a még talpon lévő búzát, a legszebbikét, oda letérdepelt, és kérte boldogasszonyt, az Isten szülő asszony Szűz Máriát, hogy ne haragudna az urára. Rendes ember. Annak ellenére rendes ember, hogy iszik, annak ellenére rendes ember, hogy káromkodik, mert hiszen eltartja a 8 tagú családot, ugyanis 6 gyereket szült ennek az embernek, Klára asszony. Boldogasszony, az Isten szülőasszony Szűz Mária megjelent fönt a felhők között, és szólt neki. Klára, urad vétke megbocsátatott. De téged kérlek arra, hogy menj ki Fallóskutra. A Fallóskuti erdőben van egy egészen kicsike kis totyogós, mocsaras rész. Az az én forrásom. Az lesz a dolgot, hogy tisztá legyen az a forrás, tisztíts ki, aztán később állítsatok oda feszületet, majd épüljön ott kápolna. 1947. július 2-án Sallós Boldogasszony napján történt ez a látomása Klára asszonynak, akkor, amikor már a kék cédulás választással
a kommunisták voltak hatalmon, mondom, a kommunisták voltak hatalmon, a sátánnak egyik serege. Most a sátánnak másik serege van hatalmon, a nagy tőke. Ugyanarról a tőről gyökeredszik, ugyanarról a tőről, ugyanarról. Csak módszerbeli különbség van közöttük. Lényegi különbség nincsen. Nem merte megmondani urának, Klára asszony, amit neki Szűz Mária mondott, de augusztusban, augusztus 15-e környékén, Nagyboldogasszony napja környékén, éjszaka álmában újra megjelent neki Szűz Mária, és kérte arra, hogy most már ne halogassa. Tisztítsa ki a forrást, állítson oda feszületet, majd később épüljön ott kápolna. Klára asszony aznap reggel megmondta az urának. Ura azt mondta neki, hogy Klára, én mindig tudtam, hogy te bolond vagy. De hogy ekkorán bolond legyél, azt azért nem képzeltem. Tudod, én sokat erdöltem ott azon a részen. Ott csak kő van, kő. És kicsike föld. Én mindig csodálkoztam azon, hogy a kicsike földön hogy tudnak megmaradni azok a hatalmas fák. Ott semmiféle tocsogós rész nincsen. Vedd ki a fejedből. Én kimegyek veled, Klára. Viszem a fejszét. Ha nem találjuk meg azt a forrást, akkor én ott téged fölaprítalak. Így mentek ki. Klára asszony végig imádkozott, megtalálták a forrást. És visszafele jövet történt az első csoda. Ez az ember, ez a verekedős, aki minden garast a fogához vert, ez az ember azt mondta az asszonyának, hogy Klára, eladjuk a két ökröt. Két szilaj marha ökrük volt, azzal fuvarozott. És fölépítjük a kápolnát. Az első csoda. A földön a sátán uralkodik, de Isten akarata fölötte van. Aztán Klára asszony gyalog fölkereste a megye székhelyen az illetékest, hogy engedélyt kérjen a kápolna építésére. Gyalog elment a Váci püspökhöz is, tőle is engedélyt kért a kápolna építésére, de nem kapta meg az engedélyt. Elmúlott egy év, 1948-at írtunk, amikor már Rákosi az ő saját tercőségét megszervezte, már létezett az ÁVÓ, az államvédelmi osztály, ez még nem államvédelmi hatóság volt, még csak államvédelmi osztály. És ebben az évben, szeptemberben elkezdték építeni a kápolnát. Állami területen, engedély nélkül. A falak fél méter magasak voltak, amikor megjelent a hatóság. És megkérdezték Klára asszonyt, hogy kitől kapta az engedélyt. Klára asszony fölmutatott az égre, és eltakarodtak. Mondom, eltakarodtak. A kápolna fölépült, és ünnepeken, főleg Mária ünnepeken, tízezrek zarándokoltak oda, mondom, tízezrek zarándokoltak oda. Annak ellenére, hogy az állam, mint intézmény, a párt parancsára rendelkezett afelől, hogy hasznosan ne álljon meg a vonat ünnepnapon, és nem volt buszjárat arra ünnepnapon. De nem is kellett. Hiszen az emberek gyalog mentek. Kereszt és zászló alatt, énekelve és imádkozva. Hiszen az emberek, akik gyalog mentek,
keresztény zászlólat énekelve és imádkozva, tudták azt, hogy ott a Jóistennel foglak találkozni, és ha az ember a Jóistennel akar találkozni, akkor arra készülni kell. Testi vágyakozásokat kigyalogolták magukból, az ének és az imádság Istennel való találkozásra rendezte a lelküket, amikor még élt nemzet a hazán. Volt olyan alkalom, amikor 80 000 voltak, a korabeli lapok erről beszámoltak. Ellenséges hangvétellel. Ez 1948. december 8-án történt. Szeplőtelen fogantatás ünnepén, amely a kereszténységnek egyik legnagyobb ünnepe, hiszen ezen a napon minden esztendőben újra meg újra a názáreti asszony Anna Isten akaratából 20 év meddő házasság után méhébe fogadja Isten magját, hogy megszülessen Mária, a szűz, a később Isten szülő asszony. Erre a napra készült el a szobor. Egy Kossuth díjas önfaragó, Palóc faragó készítette el a szobrot. Ezelőtt a nap előtt való éjszaka, ott hasznosan az egyik parasztember éjszaka álmot látott, és éjszaka álmába szólt neki valaki. Először azt hitte, hogy halucinál. De mikor másodszor is szólt neki az a valaki, akkor fölült az ágyba, körbenézett, hogy ki szólt neki, de nem látott senkit. És az, aki szólt neki, a következőket mondta. Reggel fogd be a szám elé a lovakat, éjszaka hó esett. Szűzi hófehér volt a táj. A szűzen fogant Szűz Mária ünnepén. Befogta a lovakat. Az a hang azt is mondta neki, hogy ne törődj vele, hogy hova mennek a lovak. Hogy mennek ők szabadon. A lovak húzták a szánt, és ott álltak meg a szobrász mester háza előtt, aki már várta őket. Nem volt Facebook, nem volt okostelefon. Mivel nem volt Facebook és okostelefon, az embereknek az az eredendő adottsága, hogy fogni tudják a Teremtő Isten üzenetét, az megmaradt. Amint az ember ezt az érzékenységet, ezt a valamennyünkkel vele születő érzékenységet eltakarja Facebookkal, és okostelefonnal, megszűnik az adás. Nem az adás szűnik meg, mert az adás folyamatos. Csak az ember válik alkalmatlanná arra, hogy odafigyeljen a lényegesre, a fontosra, a lényegtelen helyett. 80 000 várták Máriát. 80 000. Akkor az erdőbe 1000 évvel voltak az ábélyások. Mégis 80 000 magyar, tiszta lélekkel, félelem nélkül ott volt ezen a ünnepi alkalmon. Aki valóban Isten hívő, akiben nem vasárnapi vallásosság van, az tudja, hogy nincs mitől félnie. Nem féltek attól, hogy esetleg uruk elveszti az állását. Nem féltek attól, hogy esetleg a gyereküket nem veszik föl az egyetemre. Nem féltek attól, hogy esetleg deportálják őket az Alföldre. Nem féltek. Ha Isten velünk, ki ellenünk. Aztán minden nagy ünnepen Klára asszony
a hatellem is. Paraszt nő prédikált. Angyal állt mellette, és angyal mondta neki, hogy mit adjon tovább. Klára asszony tátos volt. Tátos. Isten folyamatosan elhív szolgálata tátosokat. Itt kell hangsúllyal mondanom azt, hogy a tátosok, a mi papjaink soha semmiféle pogány tévejgésben nem voltak. Ugyanis a nemzetünk soha semmikor nem volt pogány. Mondom, soha semmikor nem volt pogány. Ezt is egyszer már illene tisztázni. Nekünk nincs ősvallásunk. Nekünk nincs mitológiánk. Ősvallása annak van, annak a nemzetnek, amely nemzet az egyetlen teremtő Isten különböző tulajdonságából különböző isteneket formált, és azokat kövesítette. Ez a panteizmus. Mi elejétől fogva egyetlen egy Istent imádtunk. Minden más teremtményét tiszteltük. Beleértve a napot, a holdat, a csillagos mennyboltot, beleértve a földanyát, a vizeket, minden tiszteltük. Amikor a jó Isten, az egyetlen, élő Isten úgy döntött, hogy emberként világra születik, oda, ahol a legsötétebb volt a világ, ahol a legsötétebb nép, Káin és Ábel népe élt, akkor mi magyarok igen hamar hírt kaptunk erről. Hiszen két apostol, Jézusnak két apostola, ott érített Szkítiába, ahova tartoztunk mi magyarok is. És örvendettünk. Örventünk azért, hogy a Jóisten megerősítette mindazt, amit addig is hittünk. Hiszen nemzetünk nem Káin és Ábel, nem Romulus és Rémus népe, hanem Hunor és Magor népe. A Jóisten megerősített bennünket abban, amit a mai napig, ahol él nemzet a hazán, a mai napig szentnek tartunk, és mindenek fölött valónak, mert Istentől adott. A tátosaink keresztények voltak, persze, hogy keresztények voltak. Persze, semmiféle pogány tátosunk nem volt. Ha valaki tudomást akar szerezni a tátosok működéséről, akkor két könyvet ajánlok neki. Az egyik könyv az Vas Albertnek a Hagyaték című könyve. A másik könyv pedig Bálint Sándornak a Jóvoltából megjelent kiváló könyv, Egy magyar szentember. Egy Isten által elhívott jászember, megírja a saját történetét, egy tátos megírja a történetét, páratlan a könyv, páratlan kincs, és ennek a könyvnek a bevezető részét Bálint Sándor írja, akinek a boldogávatása elindult, és ebben szól arról, hogy Isten miféleképpen tud elhívni szolgálatra embereket. Közvetlenül. Nem szól se a pápának, se a püspöknek. Hiszen mindenható. Elhív papi szolgálatra embereket. És ezeket a papi szolgálata elhívott embereket, ezeket a Szentlélek erejével ő tanítja mindarra, amit nekik tovább kell adni. Ilyen volt Orosz István, az egy magyar szentember írója. Ilyen volt Klára asszony is. Mindent megkapott a Teremtő Istentől. Minden, amire szüksége volt. És nagy szükség volt akkor az Isten elhívott tátosra,
hiszen az egyházat Mindszentivel lefejezték, mondom, lefejezték. A kommunista hatalom tett róla, hogy a papok többsége, nem csak a katolikus papoké, egyáltalán a papok többsége, az békepap lett, és igen sok közülük 3x3-as ügynök. Mondom, 3x3-as ügynök. Aki nem volt hajlandó beállni ebbe a gyalázatos sorba, aki nem volt hajlandó áruló lenni, hát ezt meghurcolták. Volt olyan pop, akit véletlen agyonlőttek. De Isten nem hagyott bennünket. Isten gondoskodik arról, hogy a Jézus hitű megmaradjon Hunor és Magor népébe. Hogy a Jézus hitű megmaradt Hunor és Magor népébe, az annak köszönhető, hogy ő közvetlen elhívott szolgálatra egy hatelemis parasztasszonyt. Sántáné Csépe Klárát, és prédikált, és áldoztatott. Szentostyája nem volt, de búzával áldoztatott. A búza, mint említettem, a nap növénye. Benne aluszik a nap. A nap meg alkalmas arra, hogy megidézze a közénk született Istent, Jézust. A régen a búzából készült kenyérke egy darabja leesett, föl kellett vennünk és meg kellett csókolnunk, mert abban Jézus lakik. Ő búzával áldoztatott. Jocska bácsi még gyerekkorában a paraszt öregapjától tudta, mert ő mutatta meg nekünk, unokáknak, hogy a búzán valóban ott van Jézus képe. Hogy a búza, amikor halálra adja magát, akkor a csíra az egyenlő szárú keresztet alkotja, ez pedig az ige, amivel Isten teremtette a világ. És amivel fönntartja a világot. Az áldozatból támadó élet a búza csíra. Ige. Ezzel áldoztatott. Régen nem vécén szorulás közben kitalált, értelmiségi okoskodás adta az életünk tartalmát, hanem a Jóisten. Mivel a Jóisten adására voltunk, vagyunk ma is vételre állítva. Klára asszonyt beutalták a bolondok házába. Egyszer az állam, mint intézmény, aztán később az egyház, mint intézmény. Akkor Gyulára került bolondok házába. 20 elektrosokkot kapott. Ha valaki 3-4 elektrosokkot kap, az édesanyját is elfelejti. Klára asszony nem felejtett el semmit. A sokkoló orvos megtért. Tóth Péter Pál barátunkkal, akivel készítettük a Csíksomlyó zarándoklatról való filmet, készítettünk filmet hasznos falloskutról is, ennek a címe Aranyfűrész. Hála Isten, a 90-es években, amikor a filmet készítettük, még sokan éltek, akik közvetlenül ismerték Klára asszonyt. Még sokan éltek olyanok, akik tudták és mondták is, hogy az egyház, aki eladta magát a bolsevik hatalomnak, hogy az egyház neheztelte, hogy a Jóisten nem szólt az érseknek, nem szólt a püspöknek, de még a plébánosnak se, hogy valakit el akar hívni papi szolgálatra.
egy másik kápolna. Szép havas. Gyimes felső lók mellett található a szép havas. Az a világ legszebb tája. Aki életében egyszer volt a szép havason, az tudja, hogy annál szebb, annál jobb nem létezik. Kárpátok, ez a keleti Kárpátok. Nincs meztelen szikla. A hegyeket föld és erdő borítja. Ha valahol az ember érzi azt, hogy a Kárpátok az boldogasszony ölelése, akkor ott érezheti. Aki életében egyszer járt ott, csak egyszer, egyetlen egyszer, nagyon fáradtan, szórtan ment, kimerülten, kétségbe esetten, és ott fönt a kápolna romnál tudott imádkozni, az attól kezdve mindig visszavágyott oda. Állt valamikor ott egy kápolna. Ott a gyimesekben sorba álltak kápolnák, egészen székelyföldi, őrkápolna szerepet töltöttek be. Ezeknek a kápolnáknak az volt a szerepe, elsődleges szerepe, hogyha jön a tatár, és a csángók ott Moldvában észreveszik, hogy jön a tatár, akkor csángatnak, innen a népnevük. Mondom, innen a népnevük. Nem onnan, hogy valaha, valahonnan elcsángáltak. Ők Hunor és Magor népe óta ott élnek azon a vidéken. Domokos Pál Péter, kiváló székely néprajzus, ott élt között. Árpád hét magyarjai, honvisszafoglaló, hét magyarjai előtt ők már ott voltak, ott. Sehonnan nem csángáltak el. Nyelvünk Istentől való, páratlan. A tragédia az, hogy ezt a páratlan ősi nyelvet az iskolában a gyerekeink úgy tanulják, mintha indoeurópai magyarázó nyelv lenne. Pedig nem az. Semmi köze egyetlen indoeurópai nyelvhez sem. Magyar nyelv csoda. Csoda. Magyar nyelven az, hogy innen én oda megyek, az több tucat szóval ki lehet fejezni. Németül azt mondják, hogy gehen, és a lassabb az embernek a járása spacíren. De mi tudjuk azt, hogy valaki bollog, kullog, császkál, csámborog. És amikor ezeket mondjuk, akkor tudjuk, hogy az az illető, aki bollog vagy kullog, milyen lelki állapotban van, vagy császkál. Ember, náladnál gazdag nép, gazdagabb nép Isten akaratából nincsen. Nem véletlen vagy te itt, Káin és Ábel, Romulus és Rémus népei között a bűnbak, az örök bűnbak. Akár van sapka a fejeden, akár nincs sapka a fejeden. Irítség rettenetes dolog. De olyan ige, hogy csángálni nincsen. Nincsen. Azt a 19. század végén találták ki. De olyan igét ismernek a székelyek, és a csángók is, hogy csángatni. A harang félreverése, illetve a lármafán
való zajkeltés. Minden őrkápolna mellett ott volt a lármafa. Most is oda kerültek, hogy körbevilágították Székelyföldet. A moldvai csángó magyarok, akik legősibb kapcsolatunkat őrzik a Teremtő Egyetlen Istennel, kovászőrzők, minden esztendőben, 1567-től, amitől kezdve pünkösdi búcsú volt Csíksomlyon, gyalog jöttek a gyimesi hágón át, zászló és kereszt alatt, és itt a Széphovason lévő kápolnánál találkoztak a székely testvérekkel, a határőr székelyekkel. Itt együtt imádkoztak, aztán innen együtt gyalogoltak tovább Csíksomlyóra. Pünköst hétfőn ide érkeztek vissza, a székelyek és a csángó, itt imádkoztak, a Szentlélek erejével telve, bizakodással ment, kiki a helyére tette, kiki az Istentől megszabott dolgát. A csángó úgy figyel a tatárra, a székely meg hogy védje a hazát. Orbán Balázs Székelyföld. Kiváló szülöttje, óriású Tolmás Balázs, a Székelyföld című monográfiájába a következőt írja erről a kápolnáról. Ami kezdetben Boldogasszony kápolna volt, Szépszűz Mária kápolna, és a ottani egyik régész pap szerint, Darvas Kozmas József szerint, Baba Mária szobra, eredetileg ott volt. Onnan került Csíksomlyóra, amikor a tatárok fölgyújtották ezt a kápolnát. Ő írja azt, hogy ez a kápolna, amelyik újra épültekor, már nem Szépszűz Mária kápolna volt, hanem Szentlélek kápolna, hogy ez a kápolna a magyarság egyesülésének szent helye, Isten akaratából. Ezt a sátáni konco, Mária Terézia tudta. Pontosan tudta. És 1744-ben ezt a dátumot legalább annyira számon kéne tartanunk, mint Trianont. Hiszen Trianont alapozta, nem csak ez, de egyebek között ez is. Trianon nem a első világháború utáni döntés volt. A döntés ugyanakkor történt, de előkészítés az akkor kezdődött, amikor az avarok országát szétverték. És utána folyamatosan előkészítették, hogy 1920. június 4-én a világ egyik legnagyobb gyalázatát végrehajtsák. Egy történelmileg, földrajzilag, szellemileg egységes államot, ahol nem ember volt a legfőbb hatalom, hanem az égből alászállott szent korona, amelyik hasonlóképpen a naphoz a teremtő egyetlen Istent, a közén születettet idézte meg. Mária Terézia elrendeli a veszteglőzárat. Tényleg volt jószágvész. Valóban volt. A veszteglőzár azt jelentette, hogy a csángók többet nem jöhettek be, nem találkozhattak a székelyekkel. Amikor már régen elmúlott a jószágvész, ez a rendelet utána is fönnmaradt. És a jószágvészhez semmi köze annak, hogy attól kezdve, hogy elrendeli Mária Terézia ez a sátáni konca, iszonyat volt. Nála nagyobb iszonyat csak a fia, a második József.
Azt is elrendeli, hogy többet ott magyar pap nem misészetett. A mai napig nem misézik. Azt is elrendelte, hogy nem lehet magyar tanítójuk. Akkor ott Moldvában, aminek a neve Kumánia. Kumánia. Magyar püspökség. Akkor ott Moldvában 2 millió moldvai csángó magyar él. 2 millió. Ma 200 000 élnek. A 200 000-nek a fele egyáltalán nem tud magyarul. A másik fele, egy része darabolva beszéli a magyar nyelvet, azaz román szavakat vegy itt a magyarok közé. Egy kicsi része, ott Klézse, Forrófalva, Pusztina környékén még viszonylag tisztán beszél magyarul. Mária Terézia pontosan tudta, hogyha megszünteti a kovászt, akkor elsorvad a székelység. Ha a székelység elsorvad, akkor oda a magyarság. Trianon nem véletlen döntés volt. Igen jó előkészített döntés. Akkor ott a moldvai csángó magyarok mellett kunok éltek, besenyők éltek, úzok éltek, valamennyi szláb is, és huculok. A Fekete-tenger partján éltek a tatárok, akik igen gyakran betörtek az országunkba. Jóska bácsinak van egy iskolája, ez a Magyar Hagyomány műhelye. 20 éve működik ez a népfőiskola Budapesten, egy ökumenikus iskolába kaptunk helyet. Az egyetlen olyan népfőiskola, ahol hiteles történelmét kapják a nemzetünknek, és hiteles néprajzi, néplélekrajzi tudáshoz juthatnak. Az egyetlen olyan iskola, ahol nem csak szellemi táplálékot szerezhetnek, hanem meg kell fogalmazniuk magukat valamilyen anyagba. Vagy nemezbe, vagy fába, vagy bőrbe, vagy vászonba sorolhatnám. Két egyetemi tanár, egy tanárnő és egy tanár elvégezte a hagyomány műhelyét, gödöllőiek. Két gömbölyű fejű csodálatos ember. Mind a ketten megtanultak egy-egy mesterséget. Az asszony megtanulta, hogyan kell alsóruhákat készíteni, fehér neműt. Nem lila neműt, nem rózsaszín neműt, fehér neműt. A fehér a teremtő atya színe. A színek összessége. Az védi az ember lelkét. Az ember megtanult nemezelni. Mind a kettő nyugdíjas már, de a nyugdíjak mellé nagyon szépen csorog még abból, amit ők egy-egy vásáron árusítanak. Nem bóvlit, nem onnan nyugatról jött szemetet. Amit egy osztrák áruházban nem lehetne eladni. Szemetet, jól hallották. Ócska szemetet. És a magyar hagyomány műhelyébe, akik áldozatot tudnak hozni, azok beavatódnak abba a szokásrendszerbe, amelyen például föl tudjuk készíteni magunkat karácsonyra. Mi mindig januárban indulunk, a következő tanfolyamunk is januárban indul. Klárinál lehet
ismertetőt kapni. Minden hónap utolsó három napján, péntek délután 4-től, vasárnap délután 4-ig van műhelyfoglalkozás, szellemi műhely és kézműves műhelyfoglalkozás. Ez a műhely elhatározta, műhelynek egyik vezetője, hogy Csíksomlyóról elzarándokol. Gyalog Gyimes Felsőlokra, és pünkös hétfőn, ahol a magyar nemzet találkozott, pünkös hétfőn ott imádságot mond. Plati Istvánnak hívják az urat, aki a pécsi gyerekotthonnak, egyik gyerekotthonnak az igazgatója. Aki olyan nevelési módszert talált meg, nem ki talált meg, amiben a őseinktől ránk maradt formák vannak jelen, akinek a módszerét ezelőtt 5 évvel egy nemzetközi tanácskozáson, ahol a nevelő otthonok igazgató voltak jelen, Európába ajánlott nevelési módszernek tették meg. Plati István ott imádkozott. Imádkozott azért, hogy a magyarság megmaradjon a Kárpát hazában, mert hiszen a Kárpát hazát ősidőktől fogva mi lakjuk, ezt nekünk az egyetlen teremtő élő Isten örökbérbe adta, a Kárpát hazát, és minden négyzetméterért mi vagyunk a felelősség. A végelszámolásnál majd nem lehet kifogásokat keresni. Aztán Jóska bácsi is elhatározta, azt hiszem már a második alkalommal, hogy a műhelyjel menjünk Gyimes Felsőlokra. Ott szálltunk meg Csángó magyaroknál. Onnan gyalogoltunk be 34 kilométert Csíksomlyóra, és onnan gyalogoltunk vissza újra Gyimes Felsőlokra, és pünkös hétfőn onnan gyalogoltunk föl a szép havasra, és ott imádkoztunk a magyarság fölemelkedéséért. Először olyan 20-30-on, Csíksomlyóban megáztunk 3-szor, szép havason legalább 4-szer vagy 5-ször, de mentünk. Mert az embernek akkor is kell tenni a dolgát, ahogy mondta nekem a paraszt öregapám ott Ponkaszon, ha a cigány gyerekek potyognak szaporán az égből. Akkor is. Akkor is. Az ember élet nem sétagalop. Jó Isten megpróbálja a lelkünket. Aztán elhatároztuk, hogy alakítunk egy egyesületet, ez a Széphavas Egyesület, aminek elnökül választottak, és elnök helyettese ennek az egyesületnek pedig tiszti Gerge István. És az egyesületünk elhatározta, hogy fölépítjük a kápolnát. Föl kell építeni a kápolnát. Már megvolt a kápolna terve, annak rendje módja szerint a kápolna tervét eljutottuk az illetékes hatósághoz, aztán vártunk. Nem jött meg az építési engedély. Helyette jöttek a támadások. A jobboldali sajtó, a baloldali sajtó, a középen lévő sajtó, székely sajtóról van szó, nem románról, támadott bennünket. A római katolikus egyház is támadott bennünket. Olyasmiket találtak ki, hogy mi azért akarjuk fölépíteni ott a kápolnát, hogy majd ott valóságos ember áldozatot mutassunk be. Meg mindenféle mást.
amit csak ki lehet találni. Mindent kitalált a hatóság, akit támogatott, mondom, minden oldali sajtó, a középpen lévő sajtó is, olyasmiket talált ki a hatóság, hogy ott fönt a szép havason, ahol több kilométer távolságra nincsen lakott hely, lakóépület, ott készítessünk városrendezési tervet. Aztán meguntuk. Meguntuk, engedély nem volt, és ezelőtt két esztendővel elkezdtük építeni a kápolnát. Akkor lett a legnagyobb vihar. Mert Csíkszeredának a plébánosa az hozta a helyi televíziót, hozta az újságírókat, és a kalákásokat, akik éppen Zalaegerszegről voltak ott, megtámadták. Főleg az építésvezetőt, Esztán Zsoltot, aki egész családjával ott volt, úgyhogy a feleséggel 5. gyerekét hordta a méhébe, de ő főzött a kalákásoknak. Azzal támadta meg az építőket, hogy engedély nélkül régészetileg föltáratlan területen kezdtük el az építkezést. Hála Isten, a zalaegerszegi kalákások kemény magyar emberek, aztán elküldték őket. Egyetlen fölvételt nem ekertek készíteni. Csatálláncba álltak, és leszorították őket a hegyről. 2 hónap elmúlt, megjött az engedély. Már magasodott a fal. Még 2 hetet vártunk, és Jakubinyi György érsek úr az egyesületünknek küldött egy levelet, a honlapunkon megtalálható, ez a szép havas honlap, amiben azt írja a érsek úr, hogy Isten áldását adja a kápolna építőire és a kápolnára. Azt is megígéri ebbe a levélbe, hogyha fölépül a kápolna, és ő pünköst hétfőn nem lesz elfoglalva, akkor fölszenteli a kápolnát. Hála Isten nem ért rá. Így egy kiváló segédpüspök, Tamás József, székely segédpüspök szentelte föl tavaly a kápolnát. Sokan voltunk ott. Mindenhonnan. Távolba szakadt magyar. Kárpát az a minden tájáról magyar. Módvai Csángó magyar, természetesen gyímesi. Aztán meg székely is. És az első alkalommal már először nem esett eső, felhők gyülekeztek, de azt elmentek. Első alkalommal már a Szentlélek kápolna betöltötte szerepét. Kereszt és zászlólat jöttek a csíkszépvízi székelyek, akik haragba álltak, a gyimes felsőloki csángókkal. A csíkszépvízi székelyek azt állították, esküt nem tettek ugyan rá, de határozottan állították, hogy azok a mocskos csángók, az a cigányfajta né, az a Ceauşescu rendszerbe elbitorolta tőlük azt a legelőt, ahol a széphalsi kápolna állt. Gyűlölettel beszéltek róla. A gyimesi csángók meg azt mondták, hogy ők nem bitoroltak el semmit. A Ceauşescu rendszerbe
a szénvízi székelyek eladták nekik azt a legelőt. Te egy igazságot emberként nem tudsz. De ezen az alkalmon, a szentelés alkalmán, mikor 7 pap misézett ott, és a püspök, a segédpüspök úr, a szépvízi székelyek, és a gyimes felsoroki csángók összeülelkeztek. Megtörtént az első csoda. Egyszer Orbán Balázs ott járt, fönt a szép havason, akkor még a kápolnalom jó magas volt. Ahogy ott járt, hirtelen beborult az ég. Sokszor is hirtelen tud beborulni az ég. Hatalmas szél támadt. A fenyők orgona muzsikát adtak. Hogy tud muzsikálni a fenyő a hatalmas orkánban? És zúgott az eső, leszakadt az ég. Ő bemenekült oda a falak közé. Aztán egy idő után meghasadt a felhő, és kitekintett belőle a nap. Aranyossá tette a felhőt, és aranyossá vált a vízfüggöny. Orbán Balázs azt írja erről az eseményről, hogy ne csüggedj, hazánk fia. Honodnak aranykora eljövend. Juska bácsi se tud mást mondani. Ne csüggedj, hazánk fia. Honodnak aranykora eljövend. És egy harmadik kápolna. Született egy asszony, lány. Mert hiszen életében lány maradt, Pozsony mellett egy kicsi faluba, félig magyar, félig szlovák, Natália nővér. Kamaszlány korában már az orsait a rendnek a tagja lett, és mint ahogy a középkorban általános volt, ő is lelkével eljegyezte magát Jézussal. Ez az eljegyzés Szent Margitnál volt a legteljesebb. A Turul nemzetségbeli Szent Margitnál. Akit engesztelő áldozatként IV. Béla visszaadott az Istennek. Kicsi gyerekkorában, kicsi lánykorában. Ő az egész nemzetén rengesztelt. Nem akárhogyan. És nem hiába. És volt miért rengesztelnie. 3 királyi kérője volt. Akkoriban előfordult, hogy valaki a szerzetes rendet ott hagyta. Most is előfordul. Ő elutasított. Mert az ő vőlegénye, örökös vőlegénye, közén született Isten Jézus Krisztus volt. Natália nővére is. Natália nővér folyamatos kapcsolatban állt, amíg élt, hosszú élet adatott neki, 1901-ben született, és a 1990-es évek elején kéri vissza a Jóisten az ő lelkét. Ő Jézus egyese volt. És Natália nővér úgy tudott imádkozni, hogy Jézus odaült mellé. A
Ha az ember átadja magát az imádságnak, ami nem más, mint az Istennel való beszélgetés, akkor Jézus odaül mellénk. Ő nem hagyott el bennünket. Mi fordítottunk neki hátat. És morgunk, mint a bolhás kutya. Notálom a nővér Jézussal való beszélgetését 12. Pius pápa elismerte. És elismerte Mindszenty József, akkor még nem volt ugyan bíboros, amikor elismerte. Natália nővérrel azt üzente nekünk a közén született Isten Jézus, hogyha Budán, a Normafánál, a Szent Anna réten, ami nagyon régóta Isten által kijelölt szent hely, csak úgy, mint a Széphavas, vagy Falloskút, ahol fölépül az ő édesanyjának a háza, a világ győzelmes királynőjének a háza, akkor elkerül bennünket a háború. Nem épült föl. 1944-ben Mindszenty bíboros, a későbbi bíboros közbejárására már letették az alapkövet őszön. De nem épülhetett föl, hiába volt meg az akarat, mert néhány hét telt el, és odaértek a szovjet. Mindszenty bíboros szándéka szerint fölépült volna. A szovjet megszállás alatt is az a kápolna, de Mindszenty bíborost bebörtönözték. Nem épült föl a kápolna. Ha fölépül a kápolna, akkor Jézus ígérete szerint hasonló dolog történt volna, mint Ausztriában. A szovjetek eltakarodtak volna. Nem épült föl a kápolna. Ha valaha szükség volt arra, hogy ez a kápolna fölépüljön, akkor annak az ideje most jött el. Ugyanis nem csak Európa, a világ van végveszedelembe. A sajtó, mint mindig, félrebeszél. Ahhoz, hogy az újságírók félrebeszéljenek, az nekik nem kell pálinkát inni, bár inkább azt innának. Félrebeszél. Mindig találnak valamilyen szót, amivel el lehet takarni a lényeget. Most azt a szót találták ki, hogy migráns. Was ist das migráns? Mi az a migráns? Mint ahogy nem sok előtte kitalálták azt, hogy további szép estét kívánnak. Hogy mi csodát? Hát Jóska bácsinak mi a baja a szép estével? Azt, hogy sosem mondtuk. Mindig azt mondtuk, amit most is mondtam, adjon Isten jó estét. A szép ugyanis a felszín, a jó pedig a tartalom. Felszínessé kell tenni az embereket, már óvodáskorba. Hiszen kötelező az óvodáskorú gyerek lelkéből kiirtani az ősképeket, amit sémának neveznek. Mert ha megmaradnak a lelkében az Istentől kapott képek, amelyeket ő rendeltetés szerint használ, akkor felnőttként becsukhatnak a bankok. Mert addig fog takarózni, amíg... Addig fog költekezni, amíg a takaró ér. És akkor nem épülnek ezek a kockák.
nincs kocka. Akkor Magyarország nem szemétdomb. Nem Európa ócskaságának a lerakóhelye. Háború van. Ez a harmadik világháború. A harmadik. Ugyanaz robbantotta ki a harmadik világháborút, mint aki az elsőt kirobbantotta, meg a másodikat. Ugyanaz. Nem föltételezés, ez tény. Kemény tény, háború van. Aki kirobbantotta az első és a második világháborút, és óriási hasznot szerzett belőle, az éppen maradt. Bántódása nem esett. Az ő utódaik pontosan tudják, hogy egy harmadik világháború már őket se kímélne. Csak módszert változtattak. Háború van. És nem szabad lebecsülni a Sátán, mert okos. A bölcsesség távol áll tőle, de okos. Okos. A sátáni pontosan tudja azt, hogy azok, akik most megindultak, azok valamikor Európa népei által fosztattak ki, váltak rabszolgává, ölettek halomra. Innen Európa anyagi gazdagsága. Tény. Tény. Könnyű volt fölpisztálni őket azért is, mert az iszlám ismeri a dzsihádot, a szent háborút. Az iszlámnak kötelessége, az iszlám hitűnek, hogy a világ minden népét iszlám hitűre térítse. Egyszer már megindultak. Egyszer már megindultak, de Hunyadi János és a másik János, ott a Nádorfehérvárnál, tudtukra adta, hogy erre nekik nincs keresnivalójuk. Aztán később Mátyás. Erre indultak, mert az akkori sátáni nagy tőke, az mindent elkövetett, hogy ne Itália felé menjenek, hanem erre. Át a görög hegyeken, a bulgár hegyeken, át a bosznia hegyeken, erre is jöttek. Elég sok pénzbe került az akkori sátáni tőkén. De itt megakadtok, pedig gyöngekező királyok következtek Mátyás után. Semmire valók. Némelyik még nem is volt rossz szándékú, mint Mária Terézi vagy második József, csupán alkalmatlan volt a királyságra. Ennek ellenére a végvári vitézek 150 évig nem engedték tovább a törököt. És a török elfáradt. Európa. Aki el volt foglalva a rablással. A füle botját nem mozgat. Mindaddig, amíg a török a Szentgotthárdnál ki nem tör, amíg nem kerülnek Bécs alá. Ezek a végvári vitézek sokszor nem kapták meg a Habsburg uralkodótól a zsoldot. Ki kellett törni a várakból, és a saját rokonságukat
megfosztani az élelemtől, hogy élve maradjanak. De kardjukon ott volt a boldogasszony képe. És a haza legfőbb közögi méltósága a Szent Korona volt. A törökök nagyon tisztelték a Szent Koronát. Ahogy végjönnek Európán, térítenek. Ez a dolguk, dzsihád. Térítenek Bulgáriába. Albánia teljesen, majdnem teljesen iszlám hitűvé teszi. Boszniába. A Kárpát hazában egyetlen egy embert nem térítettek iszlám hitűre. Mert félték a Szent Koronát. Ezt a török gyerek tanulja ott Törökország. Nálunk nem. Mert nálunk folyamatos a hazugság, mióta nem ő a legfőbb közjogi méltóság. Ezek tények. És nagyon féltek Szent Lászlótól. A turul nemzetség óriásától. Aki csak Attilával vethető össze az uralkodók közül. Ő alapította Nagyvárad várát. Síkvidéken egy jellegtelen téglavár. Közel 100 évig nem tudják bevenni a törökök. Egyszerű oka van, Evlia Cselebi, a török utazó írja, hogy elég volt, ha egy magyar harcos fölállt a várfokára, és oda kiáltotta a töröknek, hogy Szent László velünk van, és eltakarodtak. Aztán egyik alkalommal fölhetszelt protestáns testvéreink a templom oltárán lévő erekje tartott, amiben Szent László csontjai voltak, tönkretették, szétszórták a csontjait. A következő évben elesett Várad. Az a gond, hogy nincsenek végvári vitézeink. Az a gond. Mert a háború erre indult el. Ismét. De Isten velünk van. És ha ott a Szent Anna réten fölépül a világ győzelmes királynőjének az otthona, nem bazilika, kicsi kápunka. Olyan kicsi kápunka, ezt üzente nekünk Jézus Natália nővérrel, a többi az fantázia dolga. Ahol padok se legyenek, ahol álva engeszteljen, aki látogatóba megy az ő Szent Anyjához. Mi magyarok soha nem voltunk megalomániások. Kicsi hajlék, amiben ha belépsz, otthonodnak érzed. Amiben ha belépsz, akkor ott találod a mi örökös királynő asszonyunkat, hiszen amikor István, a későbbi Szent István fölajánlja élete utolsó éveibe, napjaiban, a Szent Koronát, az egész nemzetet és a lelkét is. Szűz Máriának attól kezdve ő nem patronánk csupán, hanem királynő asszonyunk, ahol a búcsús énekünkben is hallunk róla. Magyarország királynője tiszta szív,
Térd meg a te szent fiadat érettünk. Két-háromszáz évvel ezelőtt a akkor regnáló pápa megengedte, hogy Szűz Márián az általános koronán kívül a magyar szent korona lehet. Neki kell ház, nem palota. Attilának se volt palotája. Tisztes székely háza volt fából. És föl fog épülni ez a kápolna. Az egyesületünk, elnézést kérek, egyesületünk egyik kiváló tagja, Hargitai András, a világhírű úszóbajnok, összeismerkedett azzal az államtitkárral, aki annak a területnek a felelőse, mert ott a Fidesz sportlétesítményt tervez létrehozni. És ez a volt katonatiszt azt ígérte Andrásnak, hogy minden erejével támogatni fogja, hogy ott a kápolna megépüljön. Együtt mentek el Pokornyihoz. Pokornyi úr nemigen akart hallani arról, hogy ott kápolna épüljön. De a csapatában van egy kardos asszonyság, aki augusztus 15-én Nagyboldogasszony napján, mikor a kápolna ügyébe több százan összegyűltünk és imádkoztunk. Oda jött hozzám és mondta, hogy a Pokornyi csapatának három asszony kivételével minden tagját meggyőzte, hogy ott kápolnának kell épülni. Elment ez a kardos asszonyság Erdő Péterhez is. Erdő Péter be se hagyta fejezni a mondandóját, amikor azt mondta neki, hogy egyháznak nincs pénze. Ez a kardos asszonyság azt mondta, nem pénzért jötte. Azzal bocsátotta el asszonyunkat, hogy hát majd gondolkodik rajta. Pokornyi beleegyezett a kápolna építésébe. A hely is megvan. Az a hely, ahova Jézus Urunk a kápolnát rendelt. A kápolna föltehetően a tavasszal kezd épülni. A Gyoska bácsi járja az országot, mindenütt kapja a fölajánlásokat. Itt is kaptam már. Tegnap Dunai városban voltam, Dunai városi népfőiskolán egy festőművész asszonyság 10 képét, 10 alkotását ajánlotta föl, ott van már nálam a lakásom. Hónap viszem a találkozóra, ahol a Natália Nővér Egyesület elnökével találkozom, Köteles Lászlónak hívják, Komlóska polgármestere. Összejöttünk, most a sötét napok előtt is ott fönt. Egész héten a rádió az zenél, tehát televízió is, hogy vasárnap országos eső lesz. Reggeltől estig, hűvös széllel. De ezért ott voltunk egy-két százon. Egy csöpp eső le nem esett délelőtt. 10 órakor találkoztunk. Szent mise is volt meg. A Szent Korona Társaság tisztelendője tartotta a Szentmisét. És azon a Szentmisén azóta prédikációjának az alapja az az ige,
hogy annak idején Jézustól kérdezte egy gazdag ember, hogy hogyan üdvözülhet. Jézus azt mondta neki, hogy oszd szét a vagyonodat a szegények között, aztán kövess engem. Az ifjú elszomorodott, és keserűen elment. A szentmise és a prédikáció után oda jön hozzám az egyik szegedi hallgató, öreg ember, hát nálamnál fiatalabb, most már nálamnál mindenki fiatalabb, ahol előfordulok, nem újság, de már öreg ember. Oda jön hozzám, és azt mondta, hogy a szívéből beszélt az a tisztelendő. A feleségével ő megtakarított 15 millió forintot. A 15 millió forintból 10 milliót a kápolnának ajánl. Gyerekeik szanaszét a világba, nekik az az 5 millió, amíg a Jóisten a földi életüket megtartja, elég lesz. Perkátán egy asztalos mester mondta, hogy Juska bácsi, én elkészítem az oltárt. De sorolhatnám. Kápolna föl fog épülni. És a mi örökös urunk, egybe királyunk, akit semmiféle kétharmados többséggel nem lehet a trónjáról letaszítani, és királynő, azt mondta Natália nővérnek, hogyha elkészül ez a házacska, ez a kápunka, és innen indul el a engesztelő zarándoklat, akkor a sátán letaszítatik a trónjáról. Te drága honfitársam, Isten nem véletlen teremtett téged magyarnak. Te, aki minden veszedelembe, akár tatár jött, akár török, akár szovjet, megvédted a bűnös Európát. Ha elkezdted, már most karácsony előtt az engesztelésedet, akkor tavaszon valóban épülni fog a kápolna. Tudom, mert hallom a károgásokat is, hogy kevesen vagyunk. Hát a minőségnek nincs statisztikai érvénye, csak a mennyiségnek. Ez nem demokratikus szavazás, hogy 50% plusz egy fő. Egészen másról van szó. Jövőre lesz 60. évfordulója, 1956-nak a szabadságharcunknak. A tizenéves pesti srácok, a világ akkori legerősebb szárazföldi hadseregét megfélemlítették. Ott voltam. Nem a világhálóról töltöttem, nem, mert ott hazudnak. Feleségem most, hogy az évforduló volt, eldugta a rádiót. Mert a fürdőszobában, mikor borotválkoztam, majdnem a sarokba vágtam, és nagyot ordítottam, ugyanis elkezdték mondogatni, hogy 23-án este 8 órakor kezdődött el a rádiónak a ostroma. Nem igaz. Szembe hazudnak, szembe. Szembe. Egyetlen egy sajtó nem írta azt, hogy ez a szabadságharc.
amelyet a pesti srácok vívtak. Azzal a korszerű fegyverrel, ami Molotov koktélnak neveztetik. Mert a géppisztollyal a páncélosok ellen semmilyen mentek, azzal a dócska gépágyúval se, amelyik ott volt a Korvin közben. És a szovjetek féltek, nagyon féltek. A félelem adta azt, hogy iszonyú módon megtarolták. Közel 500 embert halálra ítéltek ebből, közel 400-at kivégeztek, de legalább annyit agyonvertek a börtönökbe. 200 000 emberünknek menekülni kellett. Ennek ellenére ez a szabadságharc szétrepesztette a bolsevizmust. Ezt egy mondattal nem mondja ki egyik se. Pedig tudja. Nehogy véletlen büszke légy arra, hogy magyarnak születtél. Hiszen Európa cselédje vagy, lábtörlője, szemétdombja. Ezek tények. Ugyanis a következő évben szétesik az Internacionálé. A szovjetek 5. hadoszlopa. Minden országban ott volt a kommunista párt. A kommunista pártoknak az volt a feladata, hogy előkészítsék a szovjet megszállást. Szétesik. Először az olasz és a francia kommunisták fordítanak hátat. Mind a két párt olyan erős, utána lehet és utána kell nézni, hogy a következő választást megnyerték volna. Előkészítik a szovjet megszállást. Megérdemelték volna. Kína még üvölt. Kádár, kevés a vér. Még 10 000 ember takasszatok föl. Összedrótozott kézzel. Koporsó nélkül. Arccal lefele szórjatok a földbe, mert ezt tették. Aztán Kína is levált. A sátán egyik ereje itt repet meg, itt. A másik ereje is itt fog megrepedni. Pedig mindent elkövetnek azért, hogy a maradék magyarság is eltűnjék. Köteles Lászlóról annyit, hogy Komlóska polgármestere. Komlóskáról annyit, hogy ott ruszinok laknak. Zemplénben van ez a falu. 300 lakója adódott. És a falu határában ott van a tábla. Rákóczi szövegével. Az én hűséges népem. Ruszinok. Nem ukránok. Ha egy ruszinnak azt mondod ukrán, épp úgy megsértődik, mint ha egy székelynek azt mondod, hogy román. Rákóczi hűséges népe. Komlóska teljesen önellátó. Minden család kapott baromfit, disznót, kecskét, tehenet. És amit termelnek a határba,
És amit növelnek állatot az udvarban, annak a hasznát földolgozzák. Komlóskán 200 vállalat működik. A környezetében 7 falut megszennyeztek már. Gyönyörű a gondviselés. A Jóisten hálás ennek a népnek, a ruszinoknak, hogy annak idején ők voltak az első tappancsok, tappancsosok Rákóczi seregébe. A ruszinok. És Komlóska népe ezelőtt 2 évvel gyalog engesztelő zarándokot tett Sopronig. Aztán Esztergomtól le Szegedig. A kápolna építése társaság elnöke, a polgármesterük, Köteles László úr. A kápolna föl fog épülni. Rákóczi népe kezdte. A földön a sátán uralkodik, de Isten ereje fölötte van. Köszönöm, hogy meghallgattak. Szeretném megköszönni ezt a fiatalos, lendületes, de ugyanakkor nagyon sok bölcsességgel átitatott, úgymond ismertetést, lelki, szellemi épülést hozó estét, Jóska bácsi. Csak meghatottan tudok. Egy nagy ajándék vagy nekünk. És kell a templom. Kell a kápolna. Úgyhogy fogjunk össze. Annyit szeretnék még mondani, hogy a nyáron megjártuk mi a moldvai csángokat, az egyik legkeleti magyar falut, Lábnyikot, ahol a magyarok házát felépítettük, nem adott bele az állam támogatást, egy-egy emberek adtak hozzá, elkészült, működik, dolgoznak, sőt, gyarapodik, és amikor ott vagyok, egy kicsit szégyenkezem azon, hogy egy holland, vagy egy dán, vagy egy svéd többet tesz értem, mint mi magyarok. Vagyunk, akik teszünk érte, de
külföldiek még többet tesznek érte, pedig nekünk lenne, ugye, ahogy hallottuk, az érdekünk és a szívügyünk, hogy legyen. De megy. Amellett ott más az élet, aki nem hiszi, járjon utána. Ugye egy keresztlányunk van az iskola mellett, akit is tápolunk, aki 16 évesen édesanya. Egy gyönyörű kisfiúval. Ennyit erről, és még egyszer mondom, fotók is vannak, akit érdekel, tudjuk mondani. Tehát én azt kérem, hogy segítsük Jóska bácsit, és én személyesen megtapasztaltam a 16 éves, de amikor már ugye 8 éves korától látom azt a kicsit, ő mindig azt mondta, hogy engem a Jézuska megsegít. És úgy volt, és ezt hiszi. És ez így is történik. Higgyünk már! Higgyünk már, ne csak mondjuk, hanem higgyünk. És ők így köszönnek, ugye? És minden estét én így zárok, amit mi szervezünk. És feljött a nap szép fényesen, münköt is süt igyenyesen, feles jött, eles haladott, nekünk örömet hozott. Isten áldja meg kenteket, a szívüket és a lelküket. Én 2006-ban kezdtem el Jóska bácsi hagyományműhelyébe járni, és jövőre lesz 10. éve, hogy ezen a zarándoklaton részt vehetek, és részt is veszek. Egyszerűen azt kell, hogy mondjam önöknek, és erre szerettem volna a kedves figyelmüket felhívni, a zarándoklat egy életforma. Azt mondják, hogy aki ad az erejéből, az idejéből, a kényelméből, az egész más fogadtatásra lel a szűzanyánál, a Jóistennél, mint aki turistaként jelenik meg bizonyos szent helyeken. És szent helyre, szent időbe menni egy egész másfajta lelki töltést ad. A szép havas egy olyan környezet, amire az ember azt mondja, hogy tényleg Isten tenyerén érzi magát. Nem tudom, ki az, aki járt már ott önök közül, tehát akkor azt hiszem, mi tudjuk, hogy miről beszélünk, ezt látni kell. És azért szeretnék így előlegezetten egy időpontot megosztani önökkel, hisz a pünkösd időpontja az minden évben adott. Jövőre május 12-től május 17-éig teszi ezt a zarándokutat majd a Magyar Hagyomány műhelye, és a Szép Havas Egyesületnek a honlapján meg tudják nézni, tudnak csatlakozni hozzá, akinek felkeltette az érdeklődését, és szeretné ezt a fajta csodát átélni. Van egy másik mondás, hogy ha énekelünk, akkor a lelkünket szellőztetjük ki, ha zarándokolunk, akkor pedig a testünket. És ez így van. Akit megérintett, legyen kedves a Szép Havas Egyesületnek a honlapján jövőre pünkösd előtt megnézni, és ha kedve van, tartson velünk. És akkor most azokat a csodálatos műveket fogom mutatni önöknek, amit Jóska bácsi nevéhez köthetőek. Én ezt a DVD-t azért hoztam most ide, mert megemlítette a Fényös-fényös villanás című filmet, és van egyetlen egy DVD-nk Bálint Lászlóról, aki ez a bizonyos oroszhegyi táltos ember. Itt nagyon részletesen vall életéről, és azokról, amik Oroszhegyen történtek, amiket ő átélt, tehát akit esetleg érdekel, ajánlom kedves figyelmébe. Aztán két a kápolnához, a Széphavasi kápolnához tartozó DVD, az egyik a Rejtőzködő világ. Ez egy lemezen két csodálatos film. Jóska bácsi a vezetőnk, a szellemi-lelki vezetőnk, az egyik út Csíksomjóra, Babba Máriához vezet, gyertek látásimra, ez a jelszó, és akik jártak ott évről évre, ott vannak az ő látására, hogy töltekezzenek. A másik film ugyanezen a lemezen pedig a Szép Havasi kápolna. Tehát aki kicsit bele szeretne merítkezni ennek a tartalmába, a szépségébe, legyen kedves, akkor ezt a filmet keresse. Ez pedig egy jótékonysági koncert, ami jövő februárban lesz 2 éve, hogy rendeztek, megint csak a Szép Havasi kápolna építésére. Aki ezt a csodálatos összefogással létrejött jótékonysági estet szeretné megnézni DVD-n,
a kápolnának a költségeihez is hozzájárul, és élményekkel lesz sokkal gazdagabb. Itt van az a bizonyos lap, amit Jóska bácsi mondott a magyar hagyományműhelyéről, de ha valakihez nem jut el, akkor én azt hiszem nyugodt szívvel mondhatom, hogy Ágika szívesen megadja a telefonszámomat, és én továbbadom önöknek mindazt, amit a hagyományműhelyéről tudni kell, mert csak egy pár ilyen lapot hoztunk magunkkal. Aztán két, nem is kettő, három, bocsánat, csodálatos könyv Jóska bácsi tollából, a kalendárium, amely az év körös rendjét járja körbe. Minden, amit ünnepeinkről, hagyományainkról tudni kell, és most már itt toporgunk advent előszobájában, úgyhogy mindjárt lehet is föllapozni, és mindent olyanná tenni, nem csak látszattá, hanem élhetővé tenni az ünnepeinket. Ez a könyv ebben ad útmutatást, míg a másik, az ember élet szentsége, az életünket, a születésünktől, és ugye hál' Istennek gyarapodnak a családok, Ágikáiknál is megszületett az első kisunoka, hála jó Istennek, tehát a születéstől egészen az elmúlásunkig, azt a fajta életet, amit tényleg életnek nevezhetünk, nem olyan nagy erő és idő ráfordítással vissza lehet hozni a hétköznapjainkban, megadni az emberi élet méltóságát, akit ez érdekel, ezt a könyvet keresse. És egy másik csoda is megjelent nem olyan régen, a Hét boldogasszony, ez a kis füzet, egy sorozatnak a része. Ugye a magyarságban az ősboldogasszony, a kis és nagy boldogasszony, és a Hét boldogasszony, mint a boldogasszony megjelenési formái az évkörös rendjében, hát ebből ad ízelítőt ez a csodálatos kis könyv, úgyhogy akit érdekel, szeretettel ajánlom, és minden mást, ami ott van az asztalon, és Jóska bácsi nagyon szívesen dedikálja. Köszönöm, hogy meghallgattak, Isten áldja meg önöket, és nagyon köszönjük Áginak és Tamásnak ezt a felejthetetlen estét itt Gödöllőn. De Klára asszonyi a virág, mint segítője, meg neki is jó. Köszönöm szépen. Magyar tömkölyhúzás, teljes kiörlés. És hozzá, gondolom, ha valaki vásárolt könyvet, Jóska bácsi szívesen dedikálja. Kenyérrel és borral. Öt a örök szövetséget belőle.